Úgy nem mondod, hogy robbanás történt mögöttem? Oké. Na itt megpróbálok megbújni egy picit. Erre jön pont egy rendőr, el kell húznom. Reméljük, hogy nem futok bele a sávba, és mindjárt eltűnik a körözés. Bocs, egy motort mindenképpen akartam. Tudom, hogy nem ez a legelegánsabb módja, de ez van. Na, hát akkor... Akkor irány vissza. Kíváncsi vagyok, hogy a tetthelyen van-e valami. Na, irány akkor a kérdőjeles részhez. Ja, igen, itt a csaj. És itt lakok. Konkrétan. Akkor már ezt a motort is szépen megszereztem magamnak. Egyébként ezek a csávók itt szoktak kötekedni szembe. Azok is néha belém kötnek. Nem egy túl jó környék. Ezzel a csajjal egyébként úgy hiszem, hogy el kell csorni valamilyen nagy autót. Ilyen teherautót, amivel ugye trailer esetben le lehet vinni más kocsikat. És akkor azzal valami kocsit fel kell szedni. Hát akkor gyere már, fuss utánam. Szóval ne rohanj el tőlem, nem fogok itt másfél óraig sétálni. Itt vagy valahol? Gyere már. Ja, és itt megy le a stamina. Itt van valahol egy parkoló. Gyere szívem, át vagyunk, zöld van. Jó, ja nem. De. Most már nem. Reméljük a csajt nem ütik el. Az mekkora twist lenne. Erről az oldalról úgy emlékszem. Ja, hol a francban van ez? Aha. Jó, akkor itt átmegyünk. Jössz utána? Azért, itt vannak a kutyások, meg én? Ja. Szipúznak, hogy mit csinálnak? Gyere már! Valami balhia van. Rengeteg beszólás van. Na és igen, itt van. Sheriff-től kell konkrétan lenyúlnunk. Kocsit. Laza. Hát akkor hajrá, toljuk. Gyere már. Gyorsabban. Gyerünk, szállj be. Gyártom itt mindjárt a Mad Max köröket. Ez nem egészen úgy könnyedik, ahogy vártam. It's Tanya, fool, and my boy Franklin. We filling in for JB. Copy that. Hi, Tanya. Car's a junker. Been there for days. 10-7. I'm gone. A bucket. This one should be easy.
Shit, not easy enough for JB to drag his ass out of the crack house he laying in. His loss, your gain, sugar. Először nem értették, hogy mit magyarázt Ánya bele a rádióba, és a dispatcher visszaszólt, hogy hogy nem értettem megismételni, hogy ilyen tisztán így a gettó dumákattól. Most köztereset játszok. Vagy sem. Bocsánatot kérek. Hey baby, back it up nice and steady. Okay, we are in, baby. Let's get this back to the lot. Hey, this was not how I saw my day going. Mert hogy azt hiszem, hogy ha jól értettem, akkor valami kábítószeres, valami kábítószer van a kocsiba, vagy valami hasonló. Crack van benne, vagy ilyesmi. I've been trying to branch out. Can't stay in Chamberlain Hills forever. Gondolom, így feltűnés nélkül lehet szállítani egy crackkel teli autót. Egy lopott teherautóval, a trélerrel eltrélerezni. Ezzel nincs semmi baj. Tök jó, hogy megcsinálták. Arra vagyok kíváncsi, hogy egyébként ilyet akár multiba, akár singlebe tudok-e csinálni már, mint régen, ugye a régi játékokban egy csomó ilyen melléküldetés volt, mellékmeló. Na. Amiért 360-on ezek a missziók olyan jól nem sikerült. Na, akkor menj el. Tehát... De most tényleg, menj már. Ja, hogy közben leeresztettem. De nem látod, hogy tolatok, te? Süket. És a saját autóját meghúzza. Give mama what she wants. Okay, you got it. Release that baby. I'll see you on the block. Anything you need, you holler at me. And you what? Now, where is that fool? Hát ez nem egy nagy cucc. Jó, hát nyilván nem ez az autóval fog tovább közlekedni. Hát itt nem fog tudni bemászni. Hol lehet bejönni? Nem itt kimászni. Itt. Kienged a kapuja, oké. Okay. Pablo Escobar. Mi van, eljállok? Na. Gyere, kötekedek. Nem látod, kötekedek? Na ugye. Ezt meg is beszéltük. Ja, ez egyébként tök jó, hogy így élethűen reagálnak rá. Azért, ha valakire ráfognak egy pisztolyt, nem kezd el csak úgy menőzni. Kiszállás. Na azért. Ja, hogy a rendőrök meg riasztva lettek. Hát se baj. Kettes körözés. Érdekes. Egy ilyen kis valamiért. Nem is értem, pedig csak ráfogtam valakire fegyvert. Mi történik, ha ide bemegyek a zalagútba vajon? Eltűnik a körözés? Hogy észrevesznek? Húha, remélem nem fog jönni egyébként velem szembe semmi.
Ez így azért elég ijesztő volt. Jó, hogy ez itt körbe megy. Na? Már helikopter, meg minden. Mintha jönne valami mögöttem. Ennyi, elmúlt a körözés. Jó, egyébként ez tök jó, hogy lehet használni az ilyen alagutas dolgokat is erre. Tehát ez über szimpi. Ez über szimpatikus. És egyébként egyben azért reális is. Már amennyire reális lehet, hogy csak úgy lehajtok valóba. És a rendőrök feladják. Bocs. Na. Lássuk a missziókat. Van egy nálam. Amihez itt kellett volna behajtani. Még jó, hogy elmondtam az elején, hogy úgy fogok vezetni, mintha az életbe is vezetnék. Hát ez nem jött össze. GTA kényszerít arra, hogy ne így vezessek. Na. Oké. Megint a ház előtt álltam egy ideig. No idea how you cope. Of course I cope. I'm a woman. Ain't that the truth? But girl, I done done all that I could do. But you know how boys are. Wait a minute. Ooh, girl. Ooh, hey, how much further? We ain't even gone 5 yards yet. Okay. I know. I'm this is serious walking. Exercise his body and soul. It's all the rage. We are women and we are free. Free in the end. Hú, azt mondja. Mennyit futottunk? Ez egy 5 yardot. Ja, persze, hogy voltak kutyák. Ah, ahogy ne lettek volna. You gonna make some paper, Lo? And ain't nobody out here gangbanging. It just look like that. You gotta know the difference, man. Fuck, man, great. My aunt would be very happy, homie. She wants me dead anyway, so she can get. Sem tudom elővenni a telefonomat. I told you to quit talking shit about your auntie, Loco. That's my bitch. I'm just fucking with you. I'm just fucking with you. Nem semmi lehet egyébként tényleg egy ilyen városba élni, külvárosba, hogy ott vannak benne nagy házak, nagy felhőkarcolók. Te meg itt élsz a gettóba. Jaj, tudom, itt a kutyával kell majd nyomulni, tényleg. Hú, mennyit felejt az ember egy év alatt. Ha egyáltalán volt egy év, de most már abban se vagyok biztos. Na, nyomás, nyomás. Na jó, bocs. Bocsánat, ezt nem várom meg. Ó, megvan a duda is. Nem jó semmire, viszont tök élvezetes nyomni. Bocs. Befértem. Postaládákat kicsit kifosztottam, lehet nem jön meg a nyugdíj egy-két helyre, meg az üdvözlő levél karácsonyra. De egy semmi baj nincsen. És lássuk. Kutya hátul, meg ott ül, mint oda lenne ragasztva, figyeljetek. Semmi, se jobbra, se balra. Szerencsétlen. Hé, haver, piros volt nekem. Tú, milyen környékre megyünk. Nem is ismerős ez a rész. Hát, nem is jártam volna még itt, pedig tuti.
Az a baj, a kedvenc misszióm csak órákkal később következnek majd, ezek még ilyen kis rendes bemelegítő misszió. De hát nem baj, ideig is el kell jutni. Remélem azért nem fogjátok megunni. Ja, a motoros csávót itt kell majd elkapnom. Azt mondja, a nevem OG, ez milliónyi OG van erre felé. What's happening now, D-Man? Ain't no fun if the gangsters can't have none. Man, fuck you, Mark. I ain't sharing no ass to CGS. Ain't nobody sharing nothing. Man, shut the hell up, fuck bitch. Fuck you, nigga. Man, fuck y'all. Hey, ain't there a law against you, Mark-ass, gangsters insignia, ass man, motherfucker? Oh, so what's up now, nigga? You snitching or something, oh, nigga? Oh, shit. Bitch-ass nigga. Fuck you, nigga. I'm out of here. Fuck y'all. Ooh. Come on, let's go. Go, go, get in the van! Ez bele a... furgomba! Egyébként nagyon vicces, ha az ember ért valamilyen szinten angolul és odafigyel a szövegre, akkor irgalmatlan vicces dumákat tolnak. És egyébként legtöbbször egy ilyen rendes társadalomkritika is. Csak nagyon sokan ezt a GTA-nál nem értik. És hát nem tudok rájuk egyébként haragudni, mert azért ezeket a játékokat nagyon sokszor akárhogy is, de annyi idős gyerekek is játszák, akiknek viszont lövésük nincs róla, hogy ez társadalomkritika. És így azt gondolják majd, hogy ezt utánozni való. Mekkora királysági gangsterkedj meg minden. Holott az egész nagyjából arról szól, hogy mindenki valamilyen szinten baromi PTR egy alak. Tehát még a főhősök is, akikkel vagyunk egyébként. És nem akarok itt moralizálni, vagy ilyesmi, de egyébként tényleg ezt tettem észre. Sőt, ugye van egy szerverem is, ahol MTA szerver tulajdonképpen a GTA San Andreas-szal lehet RP-sel játszani. Mire kinyögtem, csak közben odafigyelek, wow! Ez de jól meg van csinálva ez a környék. Na és ez a HLRPG egyébként. Valaki szeret GTA-zni, akkor oda nyugodtan mehet. És, elfutod? Itt valahogy azt hiszem lehet kutyára váltani, nem? Vagy majd csak később? Na mindegy, és ott is látom a kisrácokon, akik játszanak, hogy nagyon sokan annyira beleélik magukat, hogy elhiszik, hogy tényleg ilyen nagy gangstaság van. Pedig baromira nem. Az élet nagyon nem ilyen. FPS mód. Így van. Gyerünk, haver, nem úgy van az. Nem úgy van az. Majd jön. Gangsta vonat. És átmegy rajtad. Na viszont barom jól fut. Jajha. Jó, azért ennyire nem voltunk lemaradva. De hol van? Ja, itt a szaga. Bocs, srácok. Itt a Tomig egyébként el is bújhatott volna. Simán a szélére. Hol van nagy fiú? Á, ott a szag.